sun don't shine. Not gon' trip, you know I get mine. 2020 vision, I want all the loot. 2020 vision, I want all the loot. Tudom, kicsit in medias res kezdődik ez a vlog, mivel az elején elfelejtettem beköszönni, de azt hiszem kontextusnak elég is lesz annyi, hogy kicsin csapatunkkal Berlinbe látogattunk szeptemberben. Korábban már jártam itt, és az alatt a néhány nap alatt nem szereztem olyan nagyon jó tapasztalatokat, erről van is vlog a csatornán, de úgy éreztem, hogy ez a város megérdemel egy második esélyt. Első nap késő este érkeztünk meg a szállásra. Kívülről is nagyon takaros, de mivel vaksötét volt az nap, ezt majd később mutatom meg. Egy szuterént béreltünk, amiben volt közös nappali, étkező, egy kisebb szoba a gyerekeknek, akik jelen esetben a lányok voltak, Anna, Eszti, Lina és Zóra. Volt még egy konyha, ebből nyílt a mi szobánk, ami jóval nagyobb volt szegény lányokénál, meg is beszéltük, hogy ezért érdemes volt összeházasodni. Volt mosógép és fürdőszoba, és az egész lakás nagyon-nagyon jól fel volt szerelve, egy kis köszöntő ajándékot is kaptunk, bort, vizet és chipset. Első éjszaka tehát csak elmentünk egy közeli boltba valami vacsoráért, ami számunkra megdöbbentő módon egyben internetkávézó is volt, amit szerintem egyikünk se látott évek óta. Aznap már csak ettünk és beszélgettünk. Másnap természetesen kiadós reggelivel kezdtünk. Itt még erősen éltek bennem a legutóbbi Berlinben szerzett negatív tapasztalatok, amik a helyiekkel kapcsolatban értek, de egy hatalmas pozitív csalódás volt. Írtó kedvesek és előzékenyek voltak, és nem mellesleg a hely maga gyönyörű volt, az étel pedig kiadós és finom. Ezután az Alexanderplatz felé vettük az irányt, és körbenéztünk néhány boltban, illetve az Alexa nevű plázában, de nem igazán akartunk vásárolgatni, főleg mert kora délután volt az első fix programunk, amire Annával, Somával és Zórával fizettünk be Airbnb-n keresztül. Az idegen vezetőnk Harry volt, aki régóta Berlinben él. Ő mutatta meg nekünk a helyi street art és underground kultúra egy szeletét. 3-4 óra alatt persze csak a felszínét kapirgáltuk ennek az igen érdekes világnak, de még így is nagyon informatív volt a túra. A leírásban megtaláljátok ennek a linkjét, és ez, hogyha rákattintotok, vagy rajtam keresztül foglaltok, ez számomra semmilyen előnnyel nem jár. Megtudtuk aztán, hogy Berlin legnagyobb és jelenleg leghíresebb street art bandái a One Up, vagyis a One United Power és a Berlin Kids. A tagok száma és kiléte egyébként mindkét csoportban titkos. Innentől kezdve hát számoltuk a két csapatra jellemző motivumokat a városban. A One Up-ot meglepő módon a One Up feliratokról, a Berlin Kids viszont a kék-piros cifra betűiről lehet felismerni. Ha akartok játszani, akkor számoljátok meg ti is, hogy hányat láttok belőlük a videóban. Az igazán menő street art három legfontosabb kritériuma, ami meghatározza az értékét a szubkultúrán belül, az az, hogy mennyire esztétikus, persze ez relatív, de itt is vannak adott trendek, mennyire feltűnő, ez már egy fokkal kézzel foghatóbb tulajdonság, és mennyire veszélyes, vagyis mennyire van magasan, vagy például olyan helyen, ahova tilos belépni. Talán az utóbbihoz kapcsolódik leginkább az a tény is, hogy akik a teljes street art életérzést szeretnék megélni, akik mondjuk az imént említett csoportokhoz tartoznak, azok egyéb extrém és tiltott dolgokat is űznek, például metrókon szörfölnek. A One Up-ról teljes, saját gyártású filmet is találtok YouTube-on. A graffitiknek, tegeknek és egyéb közvetlenül a falra festett mintáknak egyébként magasabb a büntetése, mint a felragasztott, papírból, fából és egyéb anyagokból készülő street artoknak, mivel az előbbi rongálásnak, az utóbbi viszont csak szemetelésnek minősül. Közben mi pedig bejártuk az Urban Sprayt, ami egy óriási terület, ahol koncerteket, bulikat, workshopokat, kiállításokat szoktak szervezni, illetve ahol rengeteg lehetőség van kikapcsolódni ezeken túl is. Van például uszoda, mászófal, gördeszkapálya, és egy galéria is, ahol most Jim Avignon munkáit néztük meg, aki egy berlini művész, és aki rengeteg popkulturális utalással dolgozik, de gyakran olyan társadalomkritikus témákat és olyan kortárs problémákat dolgoz fel, mint például a korrupció vagy a valódi kommunikáció hiánya az úgynevezett információs társadalomban. És ha ez így elsőre nem tűnnek előképpen izgalmasnak, akkor ráadásul viccesek és interaktívak is voltak azok a munkái, amik itt voltak kiállítva. Végezetül pedig láttunk egy telediszkót, vagyis egyet a világ legkisebb diszkói közül, aminek hamarosan lesz jelentősége. Ilyeneket osztogattak az utcán, ilyen kis kocsiból, ott van mögöttünk, és mindenki kapott. Finom? Igen, olyan, mint a Snickers, csak nem annyira tömény, hál' Istennek. És ezek meg vegánok, szerintem mindjárt megeszem ezt. Úgyhogy nyújtunk egyet Linának meg Esztinek is, akik most nincsenek itt. Egy nagyobb esőt a Holzmarkt Fünfuncvanzigban vészeltünk át, amit legegyszerűbben talán az Urban Sprayhez hasonló közösségi térként tudnék jellemezni.
Korábban Technoklub, a Bar 25 állt itt, majd parkként nyitott újra, vannak itt kisebb üzletek, kávézók, de mint az előző, úgy ez a hely is otthont ad művészeknek, kiállításoknak és rendezvényeknek. Innen egyből a YAM-ba, vagyis a Young African Art Marketbe mentünk, ami szintén az előző kettőhöz hasonló tér, kivéve, hogy ez a különböző nemzetiségű, etnikumú és származású emberek békés együttélésének, és kifejezetten az afrikai és karibi kultúra ünneplésének jegyében jött létre. Érdekesség, hogy Berlinben is tiltott a marihuána fogyasztás, ez a terület azonban kvázi türelmi zónaként funkcionál, mindenki számára nyílt titok, hogy itt lehet füvet venni és fogyasztani. Talking be my all clean, fit to me, finger all shiny on my baby's diamond ring. I was on a high till I caught onto the scene. Swear I lost my heart when I fell in love with things. Rookie year went broke like Jalen Rose. Elkapott minket az eső, de igazából nem volt akkora probléma, mert át tudtuk vészelni ilyen néhány fedett helyen, de azért begöndörödött a hajam rendesen. És egyből bele is futottunk az East Side Gallery-be, amint szétvált a csoportunk és vége lett a vezetésnek. Úgyhogy most pont végig megyünk itt kvázi az egész fal mellett. Már láttunk egy csomó magyar alkotót, és ha az emlékeim nem csalnak, akkor lesz még magyar alkotó, plusz még a híres neves csók mellett sem mentünk el, úgyhogy ez csak most következik. Nagyon jó volt egyébként ez a túravezetés, valóban olyan dolgokat hallottunk és láttunk, amiket amúgy biztosan nem tapasztaltunk volna meg itt, mert ehhez kell valaki, aki bennfentes, és nagyon tudom ajánlani nektek. Persze ez eléggé le volt szűkítve egy bizonyos szubkultúrára, szóval attól függően, hogy érdekel-e benneteket egyáltalán ez a világ, de minden esetre tényleg úgy érdemes megnézni egy várost, hogy azokat a részleteit is egy kicsit megismered valakin keresztül, aki helyi, amiket egyébként turistaként így nem igazán tudnál felfedezni. Elérkezett a program, amit Soma legjobban vár. Amiért megéri külföldre utazni, amiért megéri turistát adni. Nézzétek itt milyen menő a humana. Tök jól néz ki. Egy rövid időre szétváltunk a többiekkel, mert meg akartam szagolni egy pár parfümöt az egyik parfümériában. Végül egyébként nem vettem semmit, de legalább meg tudtam őket szagolni, meg egy kicsit érlelem őket a bőrömön, és meglátjuk, hogy milyenek lesznek. Viszont közben elkezdett lemenni a nap, de ma 4 órától van egy technobuli a Sisyphos nevű helyen, ahova vettünk jegyeket, méghozzá úgy, hogy Linának az egyik barátja, argentin barátja itt van Berlinben, és neki kellett előre megvenni nekünk a jegyeket, mert tudtuk, hogy el fognak fogyni, mire ideérünk, viszont csak német országból lehet őket megvásárolni. Szóval, ja, nem tudom, VPN-t is használhattunk volna szerintem, de inkább megvette nekünk ő, úgyhogy azzal fogunk bemenni, de ugye már 4 óra jócskán elmúlt. Azt hiszem, hogy 7:30 körül van. Mindjárt még a bulinak, mert 10-ig tart. Igen, és 10-ig tart a buli, állítólag. Utána 10-től 12-ig pedig ilyen chill zene lesz, vagy valami ilyesmi. A technobulik nem a nagy kedvenceim egyébként, úgyhogy... Nem is baj, ha csak 2 óra. Igen, kíváncsi leszek, hogy milyen élmény lesz, meg hogy így nem akartuk ezt kihagyni Berlinben, de... Swinger Club! Na, cica, megyünk inkább erre a technobuli helyet. Hú, drága! Öcsém! Szóval, megyünk haza, mert ledobom a kamerámat, hogy nehogy véletlenül valami baj legyen a buliban, nyilván nem ilyen felszereléssel megyünk bulizni, és utána szerintem el is indulunk, mert a többiek már otthon vannak, nekem nem kell készülődnöm, azt hiszem semmit, bár hajam csodálatos, de mindegy, ez csak rosszabb lesz szerintem. Ja, és egyébként Berlin nagyon-nagyon megszenvedte, meg a berlini éjszakai élet nagyon-nagyon megszenvedte a koronát, és hát most kezdenek csak újra nyitni az igazán menő helyek is. Egy csomóan tönkrementek, egy csomóan elköltöztek, szóval pont most ezen a túrán hallgattuk meg azt, hogy milyen szomorú vége lett igazából egy csomó... Egy csomó ikonikus helynek, egy csomó DJ-nek, meg ilyesmi, szóval ja, nagyon durva minden esetre. Kíváncsi leszek a mai napra. Jó reggelt! Azt kell, hogy mondjam, a tegnap este nagyon durván pozitív csalódás volt,
Nem értünk oda természetesen annyira indokolatlanul korán, szóval nem voltunk ott világosban. 8 és 9 között mentünk oda szerintem, mert valóban úgy volt, ahogy mondtam, én csak ledobtam itt a cuccomat, és indultunk is. Egyébként nem tudom, hogy mitől vagyok berekedve, mert szerintem nem kiabáltam. Emlékszem minden pillanatra, szóval nem kiabáltam. És mégis be vagyok rekedve. Na mindegy. Szóval, odaértünk, nagyon-nagyon könnyen bejutottunk, mert nem volt sor, ugye elővételes jegyek voltak. Ellenőrizték, hogy be vagyunk-e oltva, és azt ellenőrizték még, hogy a nevünk a jegyen az azonos-e az EST applikációban lévő névvel, ugye az oltással kapcsolatban. Természetesen mindenki rendben volt. Abban az egyben reménykedtünk, hogy nem nézik, hogy milyen oltással vagyunk oltva, ugyanis többen is kínait kaptunk közülünk, és az országba ugye nem jöhettünk be kínai oltással, csak antigéntesztel pluszban. És féltünk, hogy ezt esetleg nézik, de egyébként este 8-ig volt ott tesztállomás is. És mivel be voltunk oltva, ezért kaptunk egy ilyen pecsétet. És ez azt jelentette, hogy tovább maradhattunk, mint azok, akik nincsenek beoltva, mert hogy a kültéri buli az tarthatott, azt hiszem, ilyen este 10-ig, szóval ott alig voltunk kb. Egy másfél órát, és utána egy ilyen beltéri technobuli vette kezdetét, és a beltérre viszont ugye csak oltottak mehettek. Szóval nagyjából ennyi volt a sztori, az estének a váza, és a többiek azok már itthon iszogattak, amíg mi még parfümöt vadásztunk tegnap, úgyhogy én megittam még a hely előtt egy sört, és utána bent a helyen ittam néhány shotot, tekilát egyébként, és itt mesélték tegnap az idegenvezetésen, hogy ilyen Club Maté-nak hívják itt, vagy Club Maté-nak ejtik itt? Nem nagyon tudok németül. Shotokkal. Úgyhogy mi is vettünk olyat, ebben viszonylag magas koffein tartalom van, úgyhogy gondolom azért fogyasztják, hogy egész este fent tudjanak maradni és táncolni. És nagyon vicces, mert kb. Ilyen fél egyig táncoltunk, és utána azt éreztük, hogy hát jó, akkor most elindulhatunk haza. Szóval sokkal-sokkal rövidebb volt ez a buli, mint otthon, amikor elmegyünk bulizni. Viszont nagyon jól éreztük magunkat, ami számomra meglepő, mert egyáltalán nem szeretem a technót. Szent meggyőződésem, hogy valamilyen drogot fogyasztani kell ahhoz, hogy elvedd a technót. Én viszont a drogokat sem szeretem. Viszont ennek ellenére tényleg jól éreztük magunkat. Soma volt az egyetlen, aki nem igazán táncolt. Ő valahogy nem érezte ezt a zenét egyáltalán. Kellemes volt a hangulat, meg a társaság, viszont gondolom feltűnt nektek, hogy most éppen a reggeli sminkelés közben beszélek erről, ahelyett, hogy megmutatnám, hogy milyen volt. Hát a berlini klubokról, főleg azokról, amik hát valóban menők így a helyiek között is, azt kell tudni, hogy egyáltalán nem fotózhat bent. És ezt nem, hogy komolyan ellenőrzik, de leragasztják a kamerádat befelé menet. Szóval kaptunk ilyen kis matricákat, egy kisebbet az első kamerára, és egy nagyobbat a hátsó kamerákra, hogy leragasztjuk a telefonunkon, és nem nagyon érdemes megkockáztatni, hogy leveszed ezt a takarást a kamerádról, mert kitiltanak a helyről. Nem egy életre általában, de hónapokra vagy akár évekre is kitilthatnak, és tegnap megtudtuk az idegenvezetésen, hogy ezt nagyon komolyan veszik, szóval felírják az igazolványodat, a nevedet, megjegyzik az arcodat, és nagyon durván betartják. Jó, gondolom vannak, akik így átmennek a szűrésen, és mégis be tudnak jutni annak ellenőre, hogy ki vannak tiltva, de nem akartuk megkockáztatni, mert mi van, hogyha még esetleg visszajövünk a közeljövőben Berlinbe. Meg amúgy is, csak igazából nagyon kínos lenne. Szóval nagyon kínos lenne, hogyha elkapnának úgy, hogy valami olyat csinálunk, amit egyébként mindenki megáll, hogy ne csináljon. Szóval nem csináltunk egyetlen telefonos képet vagy videót sem, viszont képzeljétek el, hogy ott a helyen is volt egy ilyen telediszkó, a telefonfülke diszkó, úgyhogy oda viszont bepréselődtünk mind a hatan, és ott készült rólunk egy fotó, illetve elvileg videó is, és megadtam az e-mail címemet, ugye arra kellene érkeznie, de nem érkezett semmi. Szóval a tegnap este nagyjából így zajlott.
Erre lehet számítani itt Berlinben, jelenleg így a Covid után. Őszintén szólva nem bánom, hogy nem hagytuk ki, szóval ez tényleg olyan dolog lesz, amit majd biztosan felemlegetünk, amikor 70 évesen, nyugdíjasan ücsörgünk egy kártyapartin. Egyébként pedig ma 9-kor keltem. Szinte 9 előtt keltem magamtól, és 9-re állítottam ébresztőt, de a többiek 10-ig húzták a lóbört, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mikor fogunk elindulni. Nagyon éhes vagyok. És meglepő módon egyáltalán nem vagyok másnapos, meg semmi. Jó, nem annyira meglepő, mert nagyon eltaláltam a mértéket. És az a másik, amit mondani akartam nektek, hogy főleg, hogyha külföldön bulisztok, de akár otthon is, tartsatok mértéket, és sosem menjetek egyedül bulizni, hogyha részegek vagytok, meg amúgy se. Szóval nagyon örültem, hogy itt össze tudtunk így tartani mind a hatan, folyamatosan együtt mozogtunk. Na mindegy, tökéletes buli volt. És most nézzük a mai napot. Amíg várunk a többiekre, addig megmutatom kintről is a helyet, szóval amikor először megérkeztünk, akkor megpróbáltunk bemenni egy ottani Airbnb-be, aztán abba, aztán kiderült, hogy konkrétan 3 ugyanolyan ajtó van, csak nem néztük meg a számot, nyilván, de aztán megtaláltuk a helyünket, egy ilyen szuterénben lakunk, ugye, ahogy láttátok, de meglepő módon például a mi hálónkban, ugye van ablak, ami belső udvarra néz, és pont van annyi fény, hogy lehessen például sminkelni, és előttünk meg éppen ilyen útépítés zajlik, pedig egyébként nagyon szép ez az utca, főleg az az épület, meg egy jó kis tojtó is van, és nagyon kellemes ez a környék, sokkal jobb, mint ahol múltkor laktunk. Újfent brunchal szerettük volna indítani a napot, de a hely, amit kinéztünk, tele volt, az ebédidő pedig vészesen közeledett, ezért az eredetileg kinézett hely melletti teljesen vegán vietnámi étterembe ültünk be. Itt Tamara is csatlakozott hozzánk, mert ő egyedül érkezett Berlinbe. Mindannyiunknak nagyon tetszett ez az étterem. Soma teája úgy nézett ki, mint egy leves. Először próbáltuk ki a vietnámi kávét, amit azt sem tudtuk, hogy hogyan kell fogyasztani, ráadásul nagyon finom és laktató ételeket ettünk. Evés után a Berghainba indultunk, ami Berlin egyik leghíresebb szórakozó helye, és ahol valóban üvöltött a techno kora délután is, amikor odaértünk. Mi viszont most nem bulizni jöttünk ide, hanem egy kiállításra. Itt Jakob Kutzk-Stinsen Berl-Berl nevű audiovizuális alkotását néztük meg, aminek a kimondása felért egy nyelvtörővel, és amelyet a Light Art Space nevű alapítvány megbízásából hozott létre, akik tudománnyal és technológiával kapcsolatos művészeti projekteket támogatnak. A Berlin elnevezés a szláv Berl szóból ered, amely mocsarat jelent. Ezek a mocsaras vizenyős területek, amelyek átmenetet képeznek a vízi és a szárazföldi élőhelyek között, a városiasodás egyik következményeként egyre inkább tűnnek el, és ezzel egyidejűleg az emberek mind fizikailag, mind érzelmileg eltávolodnak a természettől. A Berlini Természettudományi Múzeummal szorosan együttműködve, az Unreal Engine segítségével, amely elsősorban videójátékok motorjaként ismert, az alkotó felelevenítette ezeknek a 10 000 éves tájaknak az atmoszféráját. A kivetített animációkhoz éteri hangokat a természet zajait párosította szakértők segítségével. A Berghain industriális épülete pedig jó kontraszt volt a téma mellé. Ott. És ott a magas parkén tetejéről. És így megláttam, hogy van rajta kötél, és hogy fentről még nézik, és rákerestem, és egészen konkrétan itt bungee jumpingozhatsz. Ott van az a kiálló fölül. Ez itt Berlin másik, egyébként igen kis területet elfoglaló arca. Ez a történelmibb múzeumsziget rész. Dom. Kicsit letörölgettük magunknak az asztalt a nagy eső után. Jaj, benne volt a kezem. Szóval legutóbb, amikor Berlinben voltunk, az egyik legjobb élményünk az volt, amikor itt a Dommal szemben vettünk currywurstot sült krumplival, és sörrel, most a sör az így a tegnapi buli után annyira nem hiányzik, de Somával is kipróbáltatjuk a currywurstot, és egyelőre szerintem nagyon finom, csak bejön, nem? Nincs, azt hiszem, hogy kolbászhoz elsz, nem kolbász. Mindjárt megkóstolom, hogy ez biztos nem a vegán kolbász, de én simát kértem, és szerintem ez sima kolbász, de nem tudom. Jó, pontosan. Jó, a magyar kolbász a számít. De legutóbb itt volt vega. Egyébként itt pontosan a Dommal szemben vagyunk, pont nem látszik a cégér, de azt hiszem Bandi. Y-nal a hely neve. A múzeumsziget tervei az 1700-as évek végéig nyúlnak vissza, az 1800-as és 1900-as években sorra építették meg itt a múzeumokat, de természetesen a II. Világháború sajnos ezt a környéket sem kímélte.
A 90-es évek végén kezdődött meg a teljes körű felújítás, ma pedig már idilli környezetben lehet itt sétálgatni. Az út során legalább 4-5 esküvői fotózásnak voltunk szemtanúi itt. A céltalan sétálgatás közben belefutottunk egy piacba, ahol kipróbáltam a szálepet, ami egy nagyon finom forró ital, Törökországban és Iránban pedig olyan mértékben fogyasztják, hogy bizonyos orchidea fajták a kihalás szélére kerültek. A szálep alapja ugyanis orchidea gumóliszt. Ezt főzik fel tejjel és ízesítik fahéjjal, vaníliával, mézzel vagy cukorral. Engem egyébként a tejpegrízre emlékeztetett. Ezután benéztünk volna két galériába, de az egyik nem tetszett, a másik meg hiába írta a Google, hogy nyitva, zárva volt. Az előző felettébb bücses galéria után meg akartunk nézni egy másikat, ami bizalomgerjesztőbb volt képek alapján, de itt meg rossz a nyitvatartás Google Maps-en, szóval már nincs nyitva. A Google vagy... Maps, a maga Google, meg Google. Van itt passzultva belőle. Nagyon-nagyon rossz itt, igen. Az is lehet, hogy nem most bezárt, hanem hogy időszakosan zárva van, mert nagyon sok galériánál láttam, hogy ki van írva, hogy időszakosan zárva, gondolom az is Covid miatt. Ja, igen, szeptember 17-től, tudom, 30 lesz a következő kiállítás. Akkor legközelebb majd mindig megnézzük például az Instagramjukat, vagy ilyesmi. Mert ott kint van? Hát gondolom, ezeket azt szokták én is írni, hogy egy ilyen helyre, nem? Nem, ez Berlin, nem írnak ki semmi. Most tudod, vagy nem. Jó, ez nagyon túl. Na, akkor menjünk hozzá. Igen, nézem. Minden alkalommal az Edekában vettünk magunknak élelmiszereket, viszont aznap este Zórával még elmentünk egy meleg levesért is, mert sajnos mind a ketten megfáztunk. Nagyon népszerű volt ez a hely, de szerencsére elvitelre gyorsan elkészítették nekünk a rendelésünket. Ez a napunk most egy picit korábban kezdődött, mert egyrészt mert kipihentük magunkat, másrészt azért, mert Linának, meg Tamarának, akivel egyébként itt futottunk össze még tegnap is, meg szóval, hogy külön vagyunk szálláson, de tegnap is összefutottunk meg ma is. Szóval nekik kettőjüknek lesz egy divatbemutató most korán délelőtt, mert ugye egyébként az utazásunknak az apropója szerintem még el sem hangzott, az az, hogy az About You-nak van egy ilyen fashion week-szerűsége most, és mindannyian meg vagyunk hívva egy-egy showra, vannak köztünk, akik ugyanarra, vannak akik másra. Lényeg a lényeg, hogy ez adta meg a löketet, hogy újból eljöjjünk Berlinbe, illetve valaki először van itt. Szóval a mai program az részben az lesz, hogy részt veszünk ezeken a divat bemutatókon. Egyébként pedig vasárnap van, szóval ez Berlinben egy eléggé nyugis nap. Nagyon sok minden zárva van, vagyis hát szinte minden zárva van. Ilyen kávézókra meg éttermekre lehet talán egyedül számítani. Hú, a lányokat elkapta egy csapat galamb. Szóval a lényeg, hogy egyrészt érdekelnek is a bemutatók, másrészt pedig nagyon rövid ideig fognak tartani. Szóval szinte idézőjelben bele sem szól az utazásunkba, az utazásnak a lényege, hogy úgy mondjam, szóval elég érdekes. Ja, nyilvánvalóan több napra vagyunk itt, mint amennyi igazából ez a rendezvény lenne, mert mindenképpen fel akartuk fedezni a várost újból, meg együtt, meg jobban. Úgyhogy most egy kávézóban fogunk kezdeni, remélhetőleg van kaja is, mert éhesek is vagyunk. Ez a reggelink sem volt olyan nagyon-nagyon rossz, de őszintén ezt a helyet nem ajánlanám kifejezetten, mert sajnos a kaja és a kávé jobban nézett ki, mint amilyen az ízük volt. Ezután viszont megint az Urban Spray felé vettük az irányt, ahol vasárnaponként bolha piac szokott lenni. Itt rengeteg fiatal árulja a saját ruháit, printeket, kacatokat. Őszintén én ezek között nem találtam olyat, amit megvettem volna, viszont volt egy külön konténerekből álló rész, ahol mindenféle árkategóriájú bútorokat árultak, itt azért körülnéztünk némi inspiráció véget a lakáshoz. Szeretném, ha látnátok ezt a mosdót, mert ez életem egyik legszürreálisabb élménye. Lehúzta magát a WC. <gül>
Következő állomásunk a Fotográfiai Múzeum volt, ahol az állandó kiállításokon Helmut Newton berlini születésű, merész és provokatív képeiről híres fotográfus munkái és személyes tárgyai vannak kiállítva. Az időszaki kiállításon Evelyn Hofer, Sheila Metzner, Joel Meyerowitz és az imént említett Helmut Newton munkái voltak láthatóak, Amerika 1970-1980 címmel. Mindannyiunknak nagyon tetszett a hely, bár az elrendezés, ahogyan a leírásokat elhelyezték, kissé érthetetlen volt néha, de nem is igazán tudtunk ezen sokáig puffogni, mert épp mire végigértünk az egész kiállításon, indulnunk is kellett arra a divatbemutatóra, amire mi regisztráltunk. A divatbemutatóra oda kell érnünk körülbelül másfél órával a kezdés előtt, mert mindenkit tesztelnek ott helyben, és csak úgy lehet belépni, hogyha van az embernek friss negatív tesztje. Viszont mi hamarabb végeztünk az utolsó múzeumban, amit még ma meg szerettünk volna nézni. Egyébként nagyon tetszett, érdekes volt. Kivéve, hát, tök jó téma, de az elrendezése nem volt olyan nagyon jó. Meg kell is adtam magyarázatot. Ja. Mire nem egy múzeum, amikor csak bedobálják a dolgokat. Igen. Na, de mivel még a másfél órához képest is van egy csomó időnk, ezért keresünk magunknak valami ételt, italt, hasonlót a környéken. Amikor azt mondtam az előbb arra a WC-re, hogy az egyik legszürreálisabb élmény volt az út során, még nem tudtam, mi következik azután. Az ázsiai étteremben ugyanis, ahova betértünk egy meleg levesre, magyarul beszélt velünk a tulaj a pultban. Kiderült, hogy a feleségem magyar, és éltek is Magyarországon egy ideig. Rövid feltöltődés után tovább mentünk a Kraftwerk nevű helyre, az About You Fashion Week helyszínére, ahol Léna Gerke, német modell és műsorvezető márkájának a Legernek a bemutatóját néztük meg. A show után egy olyan bárba indultunk, amiről ha nem lett volna az idegen vezetés az első napon, talán sosem hallunk. A Klunkerkranich egy áruház parkolójának a tetején foglal helyet, és ha az ember nem tudja nagyon pontosan, hogy hova indul és mit keres, akkor nem igazán tudna csak úgy belebotlani. A fizetési rendszer pedig ugyancsak érdekes náluk. Kaptunk egy csipogót egy QR kóddal, amivel egy honlapon keresztül tudtunk rendelést leadni, és PayPal-en keresztül tudtunk fizetni. Mivel csak éjfélig voltak nyitva, ezután egy hangulatos bárba ültünk át a közelben, amit még a Klunkerkranich felé néztünk ki, és ahol az egyetlen sörkorcsolya az az automatás magyaró volt, itt ünnepeltük meg Eszti születésnapját. Tegnap nem mondanám, hogy olyan nagyon bulisztunk volna, viszont későn feküdtünk le, későn értünk haza, ezért megbeszéltük, hogy ma nem kelünk ébresztőre, és így is volt. Úgyhogy mindenki szépen kényelmesen a saját tempójában felébredt, aztán elkészülődünk, és elmegyünk boltba, meg remélhetőleg szerzünk valami kávét, mert egyébként nagyon jól felszerelt ez az Airbnb, és van kávégép meg kapszula, viszont nincsen tej, és úgy számolgattuk, hogy nem annyira éri meg ide tejet venni, mert napközben úgysem itt fogunk kávézni, hogyha még fogunk. Lényeg a lényeg, egy nagyon kellemes környéken lakunk egyébként, sokkal-sokkal jobb környéken, mint ahol legutóbb szálltunk meg, amikor Annával meg Dórival voltam itt. És ebből kifolyólag tök jó éttermek és kávézók is vannak errefelé, úgyhogy egy kávézóban fogunk útközben venni valamit. Illetve be kell vásárolnunk a reggelihez, mert ma nem szeretnénk sehova se elmenni reggelizni, illetve szeretnénk, hogyha lenne nálunk útközben egy kis nasi, hogyha megéheznénk. Nagyon laza programokat terveztünk mára, egyrészt azért, mert hétfő van, és hétfőn a múzeumok nem igazán vannak nyitva. Másrészt azért, mert eléggé kimaxoltuk ezt az utazást szerintem mindenféle szempontból. Nem akarunk sehova se rohanni, és valami kellemes, laza programra vágyunk, úgyhogy meglátjuk, hogy mit találunk ki. Le vannak mentve dolgok még listába, meg térképre, úgyhogy válogatunk abból. A Café Circle egy elég tipikus újhullámos kávézó, letisztult, de csodás enteriőrrel és a mi ízlésünk szerint nagyon finom kávéval, úgyhogy jó érzés volt ott indítani a napot. Ezután megnéztünk néhány vintage üzletet. A kínálatuk hasonló, mint az itthoni vintage boltoknak, és az áraik a nyugat-európai árakhoz mérten korrektek. Én csak egy függönybojtot vettem, amiből meglepően sokfélét lehetett találni.
Ki gondolná, hogy most épp a lakberendezési dolgok hoznak leginkább lázba. Ezután egy kicsit újból szétvált a csapat, a lányok sétálni indultak, én pedig elkísértem Somát a szokásos futballsáv beszerző túrára. Minden országból visz egyet az apukájának, ahol járunk. Képzeljétek el, lehetett kapni vegán onigirit a közérben, vagy abban a szupermarketben, ahol vásárolzunk. Ezen kívül a legfontosabb dolgok, amiket vettünk, gyömbér, gyömbérsát és méz. Minden, ami jó lehet fájó torokra, légúti megbetegedések tüneteinek a csökkentésére. És már itt is vagyunk a Dómnál. Na, fókusz. A többiek meg arra vannak. Nagyon finom. Egyébként ebben dió és miszó van. És tegnap is vettem egyet, az meg szezámos, valamilyenes volt. Talán az még jobb volt, mint ez. Hogy áll a hajam? Történik. Jó. Mikor újra összeverődött a csapat, sétálgattunk még a városban, benéztünk néhány üzletbe, és elmentünk egy vegán fánkozóba, Eszti születésnapja alkalmából. Egyébként isteni volt a fánk ezen a helyen, szívből ajánlom minden nem vegán édes szájúnak is. Este egy sörkertbe ültünk be, ahol currywurstot és gulyást tettünk, ami külföldön általában inkább pörköltet jelent, és nem az általunk ismert gulyáslevest. Egy utolsó rikiki parti után pedig hazaindultunk a szállásra, hogy kipihenjük magunkat. Ma van az utolsó napunk, és csak délután vagy kora este fog menni a repülőnk. Úgyhogy tartalmas napot terveztünk, és korán felkeltünk. És legelőször elmegyünk abba a kávézóba, ahol tegnap is ittunk kávét, mert az órával utólag szúrtuk ki, hogy van egy olyan menta ízesítésű kávé, ami mind a kettőnket nagyon érdekel. Úgyhogy ezzel kezdünk ma. Úgy tűnik, minden reggeliző helynél sorban állás van, úgyhogy már felírtak minket a listára, és várunk. Szóval Berlinben úgy tűnik megszokott, hogy néhány 10 percig sorba kell állni a reggeli előtt, de a Neverending Love Story egy újabb pozitív csalódás volt, ahol felvették előre az italrendelésünket, kaptunk menüt, amíg várakoztunk, kedvesek voltak, az étel isteni volt, és a hely maga is nagyon szép. Felhívtuk Orit, mert aznap meg ő ünnepelte a születésnapját, majd körbenéztünk a környéken pár könyvesboltban és galériában, aztán elmentünk a csomagjainkért, és kellemes tempóban időben elindultunk a reptérre. Még volt idő egy utolsó currywurstra, egy outfit checkre, és biztonságban hazaértünk a naplementében. Remélem tetszett a vlog, és legközelebb is velünk tartotok.